Sziasztok, Marika vagyok. Sütőtökös sütemény fog készülni. Egy kicsit érdekesen, de jó lesz ez, ahogy én kigondoltam. Ez egy sült sütőtök, nem fogyott már, aztán ugye hűtőben volt, gondoltam, hogy keresek hozzá receptet, találtam is. Úgyhogy azt fogom elkészíteni, ez 400 g. Itt még van 5 darab tojás, egész tojás, olyan emmes nagyságú. Kellene egy fél narancsnak a leve, de olyanom nincsen itthon. Citromom lenne, de narancsot ír, úgyhogy én a mandarintól a jobban hasonlít, mint a citrom. Úgyhogy mandarinpasztát vettem elő, 5, a mély hűtőből 50 g. 200 g a kristálycukor. Pici só, ezt nem mértem, lehet 1 g. 45 g az étolaj, ami rendes napraforgó étolaj, 300 g a finom liszt, 8 g a sütőpor, megszitálom, de hát nem fontos. Na és akkor elmondom a fűszerkeveréket, majd megkeresem, mert azt úgy készítettem, a neten néztem, mert nincs itthon fűszerkeverékem, ilyen mézes kalács fűszerkeverék. A csillagánizsom nem volt, de kardamomom volt, és mindenből egy picit raktam a kávédarálóba, és azzal daráltottam, utána meg megszitáltam. Tehát kardamom van benne, egy pici fahé, gyömbér, szegfűbor, szegfűszeg, szerecsendió, csak csinagánizsom nem volt, nem tudom, hogy nem volt itthon, hát most nem volt. Ezt ide belehuppantjuk. Nagyon finom illat van a konyhán ettől, úgyhogy érdemes elkészíteni, és akkor ezt itt összepürésítem villával. Beleraktam ide a tojáshoz ezt a mandarinpasztát, hozzáöntöm a kristálycukrot, meg még a sót is. Hát azt lehetne oda a liszthez. Na és akkor megszitálom a sütőport, összekeverem a liszttel. Ha valamit kifelejtettem, a videó alá is leírom. Na és akkor megpróbálom egy kicsit fölverni, és akkor megy hozzá az olaj, a tök, meg utána a sütőporos liszt. Egy fontos dolgot elfelejtettem mondani, hogy a sütőt melegítem elő, mivel van benne olaj, 165 fok, alsó-felső, tehát már melegszik. Na és akkor most belehuppantom ezt a tésztát ide arra a zsírpapírra, remélem jó lesz ez a zsírpapír, mert képzeljétek el, pont elfogyott, látjátok? És akkora van, hogy pont végéri, tehát nem jön fel az oldalára, csak itt a két felén, remélem nem folyik alá. Na mindegy, így még akkor nem jártam. Ez a tepsi, ez 41x34 centi ott alul. Azért sütem ilyen nagy tepsibe, mert hát akkora nekünk nem kéne, és nem is kell, mert majd így középen két felé vágom, és valamilyen legvárral, vagy még meggondolom, krémmel fogom tölteni. Megy a sütőbe. Elkészült. Én jónak ítélem, hát ti világosabbnak látjátok, de sok benne ez a sötét barnás, ott látni is a szélén, sok benne a sötét barnás rész. Sült ugye 165 fokon, ha jól emlékszek, annyi volt, olyan 25 percet, és akkor olyan 15 percet pedig, 10-15 percet pontosan nem tudom, mert kenyeret is dagasztok, és be volt állítva a sütő, körülbelül annyit 180 fokon, hogy egy kicsit pirosodjon a teteje, de így megbököttem, úgyhogy már 25 percnél jó volt. Na és akkor kerestem legvárt, hüttőben van, mert ugye
már nem sok van benne, áfonya, málna, szeder. De szerintem a borosztegvár is jó, de ez jó pikáns, úgyhogy ez lesz hozzáadva. Ezt el fogom felezni, hát egy kicsit hűtöm, de nem nagyon. Elfelezem, és akkor azt hiszem, hogy majd meglátom, hogy az aljára fogom a legvárt kenni. Úgyhogy az lesz középen, mert itt ugye ilyen fényes, majd a csoki már az ide fog kerülni, hát felére már ugye összehagyjuk. Na, majd jövök, azt mutatom. De olyan finom illat van, hogy hát biztos ilyen finom lesz. Ezt mind rárakom már. Ne foglalja a hűtőbe helyet ez a üveg, elég nagy üveg. Mind rá fogom rakni, jó pikáns íze van, kicsit tudom mondani ezt a szót. Ilyen savanykás nagyon. Szeretjük különben. Most rárakom a tetejét. Ezt a papírt el is lehet dobni, de ki is lehet szárítani, és akkor le lehet róla morzsolni. Én azt csinálom, nem szoktam eldobni. Így összehajva rárakom a radiátorra, mert ugye most már este felé mindig fűtve van, és holnap reggelre megszárad. Vagy majd most kenyeret sütök, akkor beteszem, amikor megsült a kenyér utána, és akkor egyszerre megszárad. És akkor könnyen le lehet róla morzsolni, hát óvatosan, mert a papír kiszakadhat. Na most akkor készítek csokimászt, 100 g csokoládét, bármilyet, de most egy 70%-os kakaótartalmat fogok használni. Szerintem 100 g elég még sok is. És mit tudom én, akkor 10 g napraforgóét olajjal, vizgősz fölött föl fogom olvasztani, és akkor ráborítom. Ilyen lidles csokit használok, 70% kakaótartalmú. Ebben a kis fazékban, ez olyan 1 literes lehet, körülbelül lehet, hogy másfél. Raktam vizet, be is öntöttem, és akkor rá egy üvegtál, és akkor beletördelem ezt a csokoládét, és akkor úgy nagyjából mutatom nektek, mert főzök közben, aztán nem akarok mást mutatni. Úgyhogy ezt így kell csinálni, vagy berakjátok a mikróba, ilyen 20 másodpercekre, vagy 10-re, és akkor mindig megkeveritek. Kiveszitek, megkeveritek. Nem szabad sokáig behagyni, mert a csoki egyszerre megfőr ilyen, nem is tudom, ilyen szemcsés valami lesz, jártam úgy. Úgyhogy tudom, mikor még nem tudtam. Na, és akkor most burítok hozzá egy, hát egy evőkanál napraforgó étolaj elég. Most nem mérem le. Biztos szóltatok volna. Nem vettem észre, ebben van valami karamell darabok. Karamell darabok, na hát akkor jó lesz. Na kérem, azért legjobb, mikor olyan edényben van felolvazva ez a csoki, amit meg lehet jól fogni, mert ez most olyan forró gyűrület. Hát elkenjük rajt. Kanállal. Úgy tudjuk, hát ezek a darabok nem hiányoztak, hát most ilyen lett. Nem mondhatom, hogy ti vagytok a hibásak, mert nem tudtatok szólni. Nem tudom, miért nem figyeltem, azért, mert ezt véletlenül vettem meg, nem is igen ettem, mert nem ízlett. Mikor már elég régen ettem csokoládét. Most meg majd már készítem magam a csokit, van róla a videó, hogy hogyan temperálom, és akkor mindenféle diót meg. Most aszalt szilvát fogok belerakni jobban, hát meg valami diót vagy magyarót. Ezt még kiszedem, aztán akkor rásimítjuk. Visszakivészem a hidegbe, aztán majd jövök, hogyha kihűl, vagy hát megdermed a csoki, és akkor megkóstoljuk. Megkötött a csoki, de még nem betonkemény, úgyhogy most föl fogom szállni. A szélét én nem vágom le, de hogyha gondoljátok, ha elkészíteni valamelyitek, vágjátok le, hogy szép legyen a széle a szélsőknek, de nekünk így megfelelő, úgyhogy most fölszelem. Még könnyű szállni, mert még
Még nincs teljes betonba a csokoládé. Középről indultam itt is, meg itt is. Úgy megyek kifelé, úgyhogy a szélsőknél itt még levágok, és akkor van olyan pici, azt majd megkóstolom. Ezt a kis pici darabot megkóstolom, mert ebéd után vagyunk. Még nagyon ragad a csoki, látjátok, olyan a kezem. Ez nem csoki pasztillákból, ugye, ami nem tapadna. Hát igen, ez nagyon ragad még. De amúgy most jól néz ki, de ugye alatta még nincs rendesen megködve. Na mindegy, amúgy nagyon finom, olyan íze van, mint a mézes puszinak. Ugye a fűszerkeveréktől, hát majd kíváncsi leszek, a féljemnek is ízlik-e. Nem olyan sok, úgyhogy el fog fogyni hamar nálunk. Megy ugye a hűtőbe, és akkor a hűtőbe sokáig eláll. Úgyhogy gondoljátok, készítsétek el, ha van így sütőtök maradékotok, de ha nincs, akkor is ugye, ahogy elmondta, meg lehet csinálni, el lehet készíteni. Írjatok kommentet, legyen szép hétvégétek, vigyázzatok magatokra. Nem lesz minden hétvégén sütemény, mert ugye nem mindig van új ötletem, én meg tortákat nem fogok. Vannak nagyon jó tortás oldalak, úgyhogy akkor azt ott kell keresni. Én csak ami jön, aztán még nincs róla videó, akkor azt megsütöm. Amiről van, azt meg már nem. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is. Sziasztok!